Tulajdonképpen hál' Istennek már az x-edik olyan előadásunk, ez ami a Summerfest keretén belül zajlik. És azért is kedves, mert Prácz-Kevén is ugyanígy azért igen sokszor előfordultunk, és mindig nagyon kedves és lelkes közönség fogadott minket. Ma is ezért lesz egy ilyen fontos, kiemelten fontos dolog, mert minél többször az embernek sikere van, így elvárásoknak megfelelni azért tudni kell. És bízom benne, hogy az a fajta műsor, amiben a népzenénk épp úgy szerepel, mint néhány feldolgozás, örömére szolgál majd sokaknak. A Balaton mellé stoppon jártam sokat, Szászon nem nyaraltam, jön a Az előadó művészek mindig azért valamilyen szinten keresik azt a fajta jó megoldást, hogy szeresse a produkciójukat a közönség. Ez minimum az kell, hogy tényleg értse a szakmáját, jó előadó művész legyen, tehát akár hangszeres, akkor tudjon a hangszerével bánni. Legyen olyan egyéniség, aki a színpadra termet, hogy úgy mondjam, egyfajta tehetsége. De a másik nagyon fontos dolog az őszinteség. A becsali csárdából egyszer kég a lámpából. Jaj, de humályosat ég, de lát nála a vendég. Tudi Vános jegyzendőn elhagyott a szellem. Hajjál, nagyon hagyjon nép, megéleti magam is. Nála te a rózsa is kinyílik az lába. Thank you.
ez egy szerencsés fölállás, én azt hiszem, hiszen már most már mondhatom, hogy több mint 10 éve együtt van ez a csapat, és azt hiszem, hogy ez a fölállás hozta meg azt a fajta sikert, ami mai napig is körülöttünk van, mert mindegyik a maga módján egy sajátos tudással bír. Sosem. Egy mutatványom van, még ha látom, hogy sokan néztek.